A mintegy 20 órás mentési akció során a magyar kanizsai tűzoltók olyan katasztrófának voltak szemtanúi, amelyel eddig még sohasem szembesültek. Nem volt egyszerű helyt állni a kétségbe esett emberek mentése során, de arra törekedtek, hogy a két mentőcsónakkal minél több embert biztonságos helyre szállítsanak. Mindenkinek minden odaveszett, aki földszintes házba élt, vagy esetleg ilyen szuterénbe, vagy a boltok, a különféle kisipari tevékenységet űzőknek a boltjaik, az egész az ott lévő parkoló gépjárművek, az egészségház, a rendőrségnek a gépjárművei, a mentőkocsik, ez mind-mind másfél méteres víz alatt volt. Új megbízatása kapcsán Csikós László államtitkár elmondta, mivel az embereknek gyakorlatilag mindenük odaveszett, még nagyobb hangsúlyt kap a későbbi szociális ellátás szükségessége. Pénteken éjjel a mentési munkálatok közben már találkozott Alexander Vulinnal, a munkaügyi foglalkoztatási és szociálpolitikai minisztérium tárcavezetőjével, akivel körvonalazták azokat a tennivalókat, amelyek a katasztrófa elmúltával rá, mint államtitkárra és a minisztériumra várnak.